udorászva egy ózsdihó kenyi, nyimator körülötte az eszvére. Hogyhogy sohasem tetszik belekedni a nagy dúdolásban szösznéne? Hogyhogy az összvér, hogyhogy a közvér nem szedi kedvét szösznéne? Hát tudjátok, ez úgy van gyerekek, nálam csupaszusz az asztal, a kerevet, csupaszusz a tévé, csupaszusz a telefon, szösz van a padlón, csebbén, plafonon. Több éves hagyomány már tolnán, hogy a Magyar Kultúra Napjához egy közeleső napon vers és prózamondásra hívják a helyi általános iskolás diákokat. A himnusz eredeti kéziratának tanúsága szerint Kölcsey Ferenc ugyanis ezen a napon fejezte be ezt az írását egy nagyobb kéziratcsomag részeként. A városban élő gyerekek pedig minden évben méltóképpen fel is készülnek erre a jeles napra. Zeg Zoltán a Három nyúl című verset mondtam, és nagyon megtetszett ez a vers. Arról szól, hogy megijedtek az állatok, hogy három nyuszi megeszi őket, de közben meg nem eszi meg őket, csak megijedtek. Szilvási Csaba, a Böcsök és a Tücsök. Hát nagyon megtetszett nekem, mert ilyen nagyon ilyen nehéz kiejtése van. Tanárommal készültünk, de ő lebetegedett, és ezért a szüleinkkel kellett jönnünk. És kb. Olyan 2 hét volt, amíg megtanultam. És hogy érzed, hogy sikerült? Szerintem jó volt. Az idei évben 26 tanuló nevezett. Ez tulajdonképpen az utolsó években talán azt mondhatom, hogy a létszám nem változik. Ez szerintem jó hír, hiszen maga a verseny tulajdonképpen azt a célt szolgálná, hogy a gyerekek szeressék a verset, bátran merjenek kiállni, elmondani ezeket. És úgy gondolom, hogy a versválasztás mutatja azt, hogy tulajdonképpen a gyerekek szeretnek verset mondani. Mert hogy nem csak a versmondás hagyomány már tolnán, hanem az is, hogy a gyerekek bizony bátran nyúlnak kortárs írók és költők munkáihoz is. A kiírás szerint előbb egy szabadon választott lírai, majd egy szintén szabadon választott prózai művet kell előadniuk. Tulajdonképpen az utóbbi években tolódott el, korábban több volt talán a klasszikus költőktől választott vers, aztán jöttek a 20. századi, a Vörös Sándor, Nemes Nagy Ágnes, most csak egyet-egyet hallottunk ezek közül, és a kortárs költők uralják tulajdonképpen a prózamondó versenyen. Hányi József a három, nem, a nyúliskolát. Mi miatt? Miért pont Romhányi Józsefet? Nekem is megtetszett, és úgy gondoltuk, hogy ez rám illik, meg ezért. A Juhász Magda jó leszek, ígérik a gyerekeket. Hát nekem igazából ez a vers azért tetszett meg nagyon, mert szimpatikusabb volt a leírása, meg címe is tetszett. Egyébként a verseket miért szereted? Hát, mert van benne olyan, ami nyelvtörős, az kedvenceim közé tartozik. Ha
csak a címeket nézzük végig, ugye állatokról szólnak, a gyerekek nagyon kedvelik az állatokat, iskolai téma jelenik meg, a szeretet, az öröm, a boldogság, nyilván a kisgyerekekhez ezek az érzések kapcsolódnak. Valószínű, hogy a zeneisége is ezeknek a verseknek, bár azért észre lehet venni, hogy ennek megvan a buktatója, hogy néhányszor egy kicsit dallamosabbakra sikerülnek ezek a versek, kevésbé a hangsúly, inkább a zeneiség viszi el a gyerekek esetében a szöveggondolást.